A borászat vezetőipar Magyarországnak és Tolna vármegyének is. Most a nyár közepén talán még nem olyan látványos a munka, amelyet el kell végezniük a borászoknak, de legalább annyira fontos. Nehéz éve, a mai időszak nehéz éve az év, mert nagyon korán fakadt a szőlő, nagyon-nagyon-nagyon gyorsan jöttek a betegségek, és nagyon sokat kellett ideig permetezni, hogy meg tudjuk védeni a szőlőt, de a sok küzdésnek eredményeképpen a szőlő idáig meg van védve, és úgy néz ki, a szület is korábban lesz. A zöld munkák közé tartozik a kacsolás, a tetejezés, a betűrés és a csonkázás. Most a borpiac elemzése során arra jutottunk, hogy a fehérboroknak a fogyása meggyorsult, felgyorsult, több fehérbor fogy a piacon, a rozéborok stagnálnak, a vörösboroknál pedig a prémium vörösborok értékesítése vagy fogyasztása kicsit lassul. A hazai borpiac is átalakulóban van. Ennek leginkább az oka, hogy a melegben a testes vörösborok kevésbé vonzóak, ellenben a könnyed és üde fehér és rozé borokkal. Mi a tételünknek a tisztereket exportra visszük, itt Európa Uniót is értjük Kínát, de itt a kínai piac is lassul, úgy látjuk, körülbelül fele mennyiség megy ki ebbe az évben, mint a tavaly évben, így van tervezve legalábbis. Az export is változik, a mindig fluktuáló körülmények között kell tehát a hazai borászoknak helytállniuk.